incidens van a csoportjaink részére. A gépjárműves csoport incidense jelen pillanatban telephelyen, bázis telephelyen gépjármű javítás. A vegyi védelmi csoport mentesítést hajt végre jelen pillanatban, valamint van két fegyveres csoportunk. Ez az élelmezési pontunk, ami berendezésre került, vannak tartalék-sátrak is az őrség állományának fölállítva, és most éppen elmegyünk a ételkiosztó helyre, ahol is a reggeli ebéd vacsorának a kiosztása történik, és itt ebben a két nagy sátorban fogyasztják el a étkezés alkalmával az ételéket a katonák. Ennek a gyakorlatnak a legfontosabb célja az volt, hogy a Hadtudományos Honvéd Tisztképzőkar végzős honvéd tisztjelöltjei, valamint az Altiszti Akadémiának a végzős honvéd altisztjelöltjei bizonyos mozdulatokat harcászati helyzetben együtt hajtsanak végre, hiszen ha kikerülnek csapathoz, együtt kell nekik dolgozniuk, és már most összetalálkoznak, megismerik egymást a gyakorlat során, úgy megismerik egymás képességeit, mennyire vannak felkészülve a feladatra, tehát nagyon hasznos és fontos ez a gyakorlat. A harcászati feladat az volt, hogy egy támadó századnak kellett egy bizonyos feladatot végrehajtani, elfoglalni a körletét, berendezkedni, illetve utána a rákövetkező napban megindítani a támadást. A védő félnek, aki egy szakasz volt, neki az volt a feladata elsősorban, hogy ezt a támadást valami úton megzavarja, meghiúsítsa a sikert. Innentől kezdve ez mind a két fél részéről teljes mértékben valóságá vált. Eszközöket szennyezett terepszakaszon vették igénybe. A szennyezett terepszakasz leküzdését követően szükségessé vált a mentesítése ezeknek az eszközöknek. Maradó típusú mérgező harcanyagok esetén feltétlenül szükséges a lehető leggyorsabban megkezdeni a mentesítési tevékenységet. Erre a célra az Altisztképző Akadémiával közös együttműködésben rendeztünk be egy technika mentesítő helyet. Utoljára a régi Ludovika Akadémia és a régi utasképző Altisztképző Intézet hajtott végre ilyen közös gyakorlat. Tehát ez mindenféleképpen történelmi mérföldkő, hogy honvéd tiszt és honvéd altisztjelölt együtt dolgozik. Ez a gyakorlat nagyon-nagyon jól sikerült. Rengeteg tapasztalattal, hiszen a tervezőcsoportba a Közszolgálati Egyetemtől is, és tőlünk is, az Altiszti Akadémiától is komoly tanári állomány és komoly katona állomány vett részt, és a gyakorlat nagyon-nagyon sikeres volt, a hallgatók akartak, és rengeteget tanultak. Ezzel is úgy jelentem, a tegnapi nap folyamán végrehajtottuk a szemrevételezést, megtörtént a felderítés, a felderítés alapján itt a tábor területén helyezzük majd el a javítópontot, illetve a lőszer, ellátópontot. Személyes véleményem szerint maximálisan sikerült minden célt elérni a gyakorlatnak. Fegyveres szemmel nézve nagyon sok gyakorlatot tudtunk végrehajtani, azimut menetet is. Ezek fontosak voltak a fejlődésünkhöz. Az iskola rendszer sajátosságából adódóan a hallgatók most láttak először századkötelék szintű gyakorlat. Tehát ez már maga adta azt, hogy a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altisztjelöltek a század szintű feladat végrehajtás során nagyon-nagyon komoly tapasztalatokat szereztek. Nagyon sokban tudtak segíteni, illetve tudtunk egymás segítségére lenni, és igazából a feladat végrehajtásban is maximálisan oda tették magukat, pont úgy, ahogy mi is. Thank you.
ez a gyakorlat sorozat tradicionálisan tovább fog folytatódni, hiszen kell. A hadnagy, a fiatal hadnagy és a fiatal őrmester már most az avatások után kint fog találkozni a csapatnál, és ez a nagyon-nagyon fontos dolog. Mentorálták a hallgató parancsnokokat a tanárok, a tisztek és altisztek, akik már nagy gyakorlati tapasztalatokat szereztek. Kiválóan együttműködtek az előkészítő munka során az oktatóink, és a végrehajtás során is teljesen zökkenőmentesen mentek különböző harcászati mozzanatok. A gyakorlatnak a legnagyobb nyeressége az volt, hogy terepen, harcjárművekkel sikerült egy valós helyzethez közelítő harcászati gyakorlatot végrehajtanunk, amelynek során az altisztjelöltek és a tisztjelöltek együtt gyakorlatozhattak. Tehát a vezetési lánc, a parancsoknak az adása, a parancsoknak a vétele, a döntések meghozatala teljesen úgy működött, ahogy az majd az avatás után az alegységnél ez működni fog. Szilárd elhatározásunk, hogy ez a gyakorlat ez beépül a képzési rendszerbe, záró gyakorlat nélkül a jövőben nem szeretnénk már tisztet avatni.